próbálja meg megtartani a trónt, ellenfele óriási érdeklődéssel Angliában a meccset. Remek testütések bentől. Pontozó bíró, ja, a nagy mérkőzéseknek. Szép. Ó, ha legyen is. Né, inkább csak a védekezéssel törődik. Úgy látszik, hogy bennek nagyobb az... Remek. Jobb egyébként. Különböző alapítványokat is létesített. Orki. Nem, nem lesz ilyen szerintem, úgyhogy neki kell kezdeményeznie. És remek jobbhorog, egy rövid jobbhorog talált. Leg vége lehet erre a mérkőzés. Ó, jó balegyenes sorton, de sokkal szebb volt és hatékonyabb bentfelütése. Igen. Fickó, de érdemes megfigyelni az ütésnél, hogy tényleg szinte minden ina megfeszül. Wharton következik. Valami miatt ide került Henry Wharton, ezt akarja most bizonyítani. Mindjárt kiesik a ringből. Nem jó. Olyan, mintha kapott volna 25 botütést. Ez már az ötödik menet. Itt most kapott egyet a tarkójára is. Kezd felforrósodni a London. Kicsit már elkényelmesedő, úgy látszik. Rengeteget üt, de amikor közelharc lenne, akkor odafekszik az ellenfelére. Megpróbál. Remek. Bal van, tehát igen, színesen bunyózik. Lehajlással és nagyon jó védekezik. Hoppá! Tarkóst rekord. Bennél jó. Hát van azt hiszem több kategória nem, is, nem, de... kettővel. Remek jó hajogat el, meg le az ütések elől. Szép. Ó, remek jó forog volt. Továbbra is elég gyengécske támogató. Szétszedi őket. Egyesen. Aztán egy jobb, és utána gyönyörű angol világbajnok jelölt. Muhammad Ali dolgát is megkeserítette. Igen. Padlóra szülte. Például Csakon. Decemberben lesz a mérkőzés. Testen elérte most Wharton bent. Igen, és versény is egy. Kezd pontatlanná vált, de az eddigiek alapján erre kevés az esély. Minden állásban, ha nem támad, ő mindig az elvesztő különbséggel benn volt az esélyes a fogadóirodában. Csúnya kalapát akarta verni a padlóba. Tarkóra. Ezért minimum figyelmeztetni kellett volna. Jobb hívó. Teljesen le tudja. Csí! Megint egy ilyen kalapácsütés, de elhajolt előle benn. Csak az árnyék. Tanári jobbhorog. De védett volt ez is. Elkezdett most játszani Nigel Benn, a közönségnek is tartogat némi meglepetést. Remekül áll oldalt. Most megunta. Aztán érhette volna a mai mérkőzésen. Hát távol állt ettől Henry Wharton. De ő is megdolgozik a pénzért. Nigel Benn még egy mindent elsöprő utolsó finis. Visszatámad. Döbbenetes. Wharton már csak totyog a ringben. Tehát még mindig Ebelinga ellen. Nigel Benn, aztán jött a Collins elleni két vereség és a visszavonulás. Whartonnak is volt még egy világbajnoki meccse 97-ben Robin Reed ellen, ott is kikapott. Szünet és jön...